És akkor a telefonnál Karsai László történész egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Már a hallgatótól is hallhatott néhány másfajta véleményt, hogy Orbán Viktor felkészült ember, felkészült tanácsadókkal, és a Horthy korszak azért sok pozitívummal is bír. Induljunk ki abból, amit a miniszterelnök mondott, hogy Horthy Miklós kivételes államférfiú, és nem vett árnyékot erre az sem, hogy Magyarország milyen gyászos szerepet vállalt a második világháborúban. De ha egyszer elismeri a miniszterelnök, hogy ez gyászos szerep volt, lehet, hogy ez egy understatement, vagy túl finom, de azért még, ha tetszik, finomságában is elég súlyos, akkor hogy lehet, hogy ez nem vett árnyékot mindarra, amit ő jónak tart? Ezt az ellentmondást ön érti? Én azt az ellentmondást nem értem, legfeljebb orvosi szakkifejezésekkel tudnám értékelni, hogy hogy felejthette el Orbán Viktor, hogy alig másfél évvel ezelőtt, 2015. decemberében mit mondott ugyanerről a szálon férfiről. Nevezetesen azt 2015. decemberéről van szó, ismétlem. Tehát ha az ő memóriája már kicsit megbicsaklik, vagy gyengécske, gyengül talán, akkor fölidézem, hogy mit mondott, megnéztem, ellenőriztem, azt mondta, hogy azok a politikusok, akik a megszállás után gyászos szerepet játszottak, kollaboráltak a megszállókkal, ellentétben a bácsival, akit nem tudom, hogy kicsoda, és elmondta a véleményét. Hát egy hallgató, igen. Jó, hát a hallgatónak nem üzenem, mert úrír paraszt üzenem. Hallgatónak csak elmondjuk, hogy hallgassák a műsor. Igen, hallgatónak persze. Akkor elmondom, hogy amit ő összetéveszt, a német megszállás után Horthy természetesen helyén maradt, és akkora hatalma volt, hogy ő döntötte el, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke. A németeknek más jelöltjük is volt, mint Sztójai Döme, kettő is. És őt egyébként fogságba 1945. október 15 után szállították, miután már aláírta valószínűleg Szálasi Neva kinevezését. Tehát az, hogy fogságba ejtették volna, nem. Ő kollaboráns államfő volt, megtartotta a pozícióját, és közölte a sztójai kormánnyal, hogy a zsidó kérdésben nem óhajt bele szólni. Wallenberg az ég egy adta világon semmire nem tájékoztathatta azt a Horthyt, aki 1941-42-től kezdve tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a nácik végső megoldása, a zsidó kérdés végső megoldása miben áll. Katonáktól, hírszerzőktől, csendőrtisztektől, zsidóktól és már is nem zsidóktól rengeteg információt diplomatáktól is kapott arról, hogy miben áll a végső megoldás. Tehát ezt mondjuk le lehetne venni a napirendről. Szegény Wallenberg egyébként csak július 9-én érkezett Budapestre, 3 nappal azután, amiután Horthy felfüggesztette a deportálásokat. Majd minden tájékoztatás ellenére augusztusban újra engedélyezte a deportálásokat, a román kiugrás augusztus 23-án megakadályozta a deportálások felújítását. De visszatérve Horthy szerepére, nem csak az egyébként mindenfajta német nyomás nélkül meghozott 21 darab zsidó törvény, ha 22-nek a numerus clausust vesszük, akkor 22 zsidó törvény ügyében soha nem alkalmazta azt a államfői jogát, hogy 2x6 hónapra visszaküldhette volna a parlamentnek megfontolásra. Föl nem emelte a szavát a több száz végrehajtási rendelet ügyében, de ha a zsidó kérdést egy kicsit félretesszük, végül is több mint 500 ezer honfitársunk pusztult bele Horthy semmit tevésébe és jóváhagyásába, akkor azért beszéljünk arról, hogy miért kellett nekünk a második világháborúba belépni. A németek nem kérték, nem követelték, úgy léptünk be, hogy rá erőszakoltuk magunkat a németekre. Ez volt az egyik legnagyobb hibája. Az, hogy a második világháború alatt eltűrte mindazt, ami történt, nem csak zsidó törvényekről beszélek, hanem a második világháború idején nagyon sok minden más is történt, vagy a Kamenec-Podolszkij deportálást és mészárlást, az újvidéki mészárlást, és majd természetesen a zsidó törvények végrehajtását és a végsőkig való kitartást Hitler mellett, ezt azért én beletenném a mérleg egyik serpenyőjébe. De hát hogy is lehetne nem beletenni? Hát Horthy Miklós volt Magyarország kormányzója. Igen. Így van, és nagyon nagy hatalmú. Tehát ameddig a hallgató, nevezzük akkor egy bácsit ezt hallgatónak, ameddig a hallgató ünnepli, az a korszaka volt Horthynak, amikor igyekezett ez a közepes intellektusú ember egyébként nem beleszólni a kormányzásba. Amikor hagyta Bethlent, hogy végezze a dolgát, és miniszterelnökként valóban komoly reformokat vezetett be, és ellentétben az Orbán kormánnyal, Klebersberg idején igaz, hogy nacionalista, klerikális alapon, de fejlesztették az oktatás ügyet, tehát
tehát ott döntötték a pénzt. Nem stadionokat építettek, bár az akkori magyar foci sokkal, de sokkal jobb volt, mint a mostani. Azzal még persze semmit nem mondtam, de világbajnoki döntőig jutottunk, amiről azt hiszem most már a teremfoci bajnokságban sem ábrándozhatunk. Horthy akkor nem szólt bele. Amikor elkezdett beleszólni, elkezdte leváltani az egymás a miniszterelnökeit, amikor egyik jobboldalibb lett, mint a másik, végül 1942-re találta meg Kállai Miklós, aki hajlandó volt a hintapolitikát folytatni. Rosszul, ügyetlenül, nagyon nehéz körülmények között, de valamit megpróbáltak csinálni. Igen, most lehet, hogy, bocsánat, lehet, hogy most Orbán a Klevesberg kastély felújítása alkalmából gondolta úgy, hogy na itt lehet és így lehet tisztára mosni Horthyt, vagy még magasabbra emelni, még nagyobb kultuszt csinálni körülötte, mint amit eddig az Orbán kormányzás 7 évében csináltak, mégpedig azáltal, hogy Bethlen és Klebelsberg érdemeit még a másik oldalról is elismerik, hiszen ezek kétségtelen érdemek voltak, és mintegy az ő vállukra ültetve Horthyt, akár el is lehet felejteni azt, hogy hogy vitte az országot ebbe a szörnyű második világháborús szerepbe, és hogy nem csak asszisztált, hanem tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy magyarok százezrei pusztultak el, akár a Donnál, akár Auschwitzban. Tehát, mint egy bethleni, klebelsbergi védőernyőt emelt a feje fölé. Nem ez volt a szándék? Itt egy nagyobb távlatból kéne ezt az egészet végig tekinteni. Én, ha jól emlékszem, 7 vagy talán 6 évvel ezelőtt mondtam először azt, hogy Kövér László a Jobbik kulturális politikájának a végrehajtója. Ha végig gondoljuk, hogy hány szobrot semmisítettek, megvittek el a helyéről, csak Károly Mihályra vagy Lukács Györgyre szeretnék itt pillanatnyilag utalni, és végig gondoljuk azt, hogy eddig már az országban több mint 20 helyen van, vagy emléktábla, vagy szobra Horthynak. Most Orbán Viktor odaállt a Jobbiktól kicsit jobbra álló Hegedűs Lóránd és a volt 3x3-as ügynök Raffai Ernő mellé. Ők nem olyan régen a harmadik kerületben avattak egy Horthy szobrot egy szállodának, magán hotelnek az udvarán. De van Horthy szobor a Szabadság téren, Hegedűs Lóránd a templomának az előterében, és nem akarom végsorolni. Csak olyan önkormányzatról tudok. Egyébként Szegeden van a legtöbb, éppen Botka városában Horthy emléktábla is, meg fali festmény, meg minden egyéb, de ez legyen mondjuk a Botkának a gondja, nem az enyém. Hát meg ez a szegedi gondolat miatt van nyilván, nem? Lehetséges, hogy a talajból is Horthy fakad. Nem, itt van egy nacionalista, irredenta, klerikófasiszta irányzat, amihez a Fidesz szépen lassan hozzásimul. A képviselőnek többsége, ezzel nyilvánvalóan a Fidesz képviselőnek többsége lelkesen tapsolna, ha engedné Orbán, mindahhoz, amit a Jobbik már megalakulása óta követel. De akkor most már lelkesen tapsolhat is, hiszen maga a miniszterelnök mondja azt, amit eddig a Jobbik. Igen, és hát a hallgató bácsi által nagyon nagyra becsült Schmidt Mária egyébként már 1993 óta hirdeti azt, hogy Horthy szobrot érdemel, Horthy zsidómentő volt, Horthy semmit nem tudott 44. július 2-a előtt arról, hogy mi történik a zsidókkal. Tehát Orbán Viktor lassan tanult Schmidt Máriától, a vetés mostanra beérett, a Veritasnak elnevezett történelem hamisító intézet és élén Szakály Sándor most nyilván valahol már formázgatja a legközelebbi csendőrszobrot. Horthy Miklóst fogjuk mi még ünnepelni úgy, mint az egyetlen olyan államfőt, aki a saját hadseregét vetette be a magyar zsidók védelmében. Igaz, hogy csak a budapesti zsidók, de Koszorús Ferencnek azért csak emeltek a honvédelmi miniszter jelenlétében a várban egy szobrot. Emléktáblája is van. Koszorús Ferenc július 6-án az égatta világban semmit nem csinált, de már van szobra, mint zsidómentő hős ezredesnek. Ki adta a parancsot? Természetesen Horthy. Tehát Koszorúson keresztül is már ugyanez megy, ez már 2 éve ott áll a várban a Koszorús Ferenc szobra, és 1990 óta ott van a Peselényi utca sarkán Koszorúsnak egy emléktáblája. Azt még Fürth Lajos avatta. Szellemi és fizikai környezetszennyezés, ami itt folyik, a történelmi hamisításnak egy olyan formája, amiről hát
csak ábrándoznak még egyelőre a környező országokban. Egy hely van, és vigyázó szemünket Varsóra vethetjük. Varsóban, hogyha egy történész olyasmit merészelne mondani, amiket én most mondok Magyarországról és a lengyel kollaboránsokról, ott már van olyan törvény, amely 3 év börtönnel bünteti ezeket a hozzám hasonló történészeket. Nem akarok tényleg tippeket adni, de eljuthatunk még odáig, hogy az, amit Schmidt Mária hazudozik immáron 1990 óta nagyon nyíltan és nagyon hangosan, az lesz az egyedül üdvözítő és egyedül hangoztatható. De ma még meg lehet írni azt, amit valaki gondol. Ma még el lehet mondani, örüljünk. Köszönöm szépen, Karsai László, történész, egyetemi tanár, viszont hallásra. Köszönöm.